Sziasztok, Jóni vagyok, és szeretném nektek ebben a videóban megmutatni az idei évből a kedvenc parti játékomat, de leginkább ennek a szabályait, ami nem más, mint a kulcskérdés. Tegyétek a táblát az asztal közepére. Keverjétek meg a 8 rejtélykulcsot, és tegyétek őket a tábla mellé. Keverjétek meg a karakterkártyákat, majd osszatok egyet-egyet a tábla megfelelő pontjaira. A megmaradt kártyákból képezzetek egy paklit, és tegyétek a tábla mellé. A 30-as pontjelölőket is tegyétek ide a tábla mellé valahova, úgy, hogy közel legyen hozzátok. Miután megkevertétek a képkártyákat is, osszatok bele mindenkinek 10-et. A többit tegyétek vissza a játék dobozába, ebben a játékban már nem lesz rájuk szükség. Ezután minden játékos válaszol magának egy szint, és vegye el a hozzá tartozó személyi széfet, a 8 szavazókulcsot, végül pedig a pontjelölőket, amit tegyetek is rögtön a tábla egyes mezője mellé. Ha mindezzel megvagytok, kezdődhet is a játék. A játék 4 fordulóból fog állni, és mind a 4 forduló ugyanazzal a lépéssel fog kezdődni, mégpedig, hogy húzunk egyet a rejtélykulcsokból. Ezt titokban nézzétek meg, majd ezután csúsztassátok be a széfetek legelső mezőjébe. Miután ezzel megvagytok, a képkártyáitok segítségével meg kell alkotnotok egy feladványt, amiből majd a többiek rájönnek, hogy melyik a ti kártyátok a lent lévő 8 közül. Erre fogjátok használni a széfeteket, ahol lesz 3 piros és 3 zöld hely, ahova betehetitek majd a kártyákat. A kártyákból maximum 3-at tudtok felhasználni, de egyet mindenképp kötelesek vagytok. A piros színű mezőkre olyan képeket tegyetek, amik nem lesznek igazak a feladványotokban lévő karakterre, míg a zöldekre olyat tegyetek bele mindenképp, amik igazak lesznek rájuk. A kis kártyáitoknál két dologra figyeljetek nagyon. Egyrészt ezek a kártyák két oldalasak minden létező irányból, szóval 4 szimbólum közül tudtok válogatni, hogy mit használtok fel. A másik, hogy ez a 10 kártya fog a rendelkezésetekre állni mind a 4 forduló alatt, szóval amit elhasználtok, az ki fog esni, és annyival kevesebb lesz a következő fordulókra. Okosan bánjatok velük. Miután mindannyian megvagytok a kártyák kiválasztásával, kezdődhet a szavazás fázis. Ilyenkor adjátok körbe a tábláitokat, majd szavazzatok arra, hogy szerintetek melyik karakter tartozik az adott táblához. Ezt addig ismételjétek, amíg a saját széfetek vissza nem ér hozzátok. Én most megkaptam a sárga játékosnak a széfét, ahol látható egy ilyen ördög, gonosz jellegű valami, ami piros, tehát nem igaz a karakterre, valamint egy izom, szóval talán erős, illetve valami polip, ami valami lény lehet, úgyhogy ez alapján én esetleg Jodára tudnám leszűkíteni. Ehhez ki kell választanom az adott számú kulcsot, mint ami az általam választott kártya, és az első szabadon lévő kulcshelyre ezt be kell illesztenem. Nagyon fontos, hogy ez titokba, hogy a többiek ne tudják, hogy mit tippeltem, nehogy segítsek már nekik. Miután mindannyian megvagytok a szavazással, ismét adjátok tovább a táblákat, és próbáljátok meg kitalálni a következő feladványokat is, egészen addig, amíg vissza nem értek a sajátatokhoz. Miután mindenkihez visszaértek a széfek, ellenőrizzétek le, hogy ki mennyi pontot kap ezért. Hajtsátok fel a széf tetejét, és egyből kiderül, hogy a rejtélykulccsal hány szavazókulcs egyezik meg. Jelen esetben csak a piros találta ki, így a piros játékos kap egy pontot, valamint kap a zöld játékos is egy pontot, mert egy ember kitalálta az ő feladványát. Ahány ember találja ki a feladványotokat, annyi pontot fogtok előrelépni. Például a piros játékos esetében a piros játékos feladványát mind a zöld, mind a sárga játékos kitalálta, így ők kaptak egy-egy pontot, viszont a piros 2 pontot léphet előre, hiszen neki a feladványát két játékos is eltalálta. Miután mindannyian megvagytok a pontozással, adjátok vissza egymásnak a kulcsokat. Ezután jönnek a forduló végi teendők. Egyrészt szedjétek össze a rejtélykulcsokat, majd keverjétek meg őket újra a maradékkal. Ezután dobjátok ki az összes felhasznált képkártyát, lehetőleg ne a kukába, csak a játékdobozába. Végül fordítsátok meg a lent lévő karakterkártyákat. Ha ezekkel megvagytok, kezdődhet a következő forduló, ugyanúgy, ahogy ezt az előbbiekben láthattátok. A második forduló végén szedjétek össze a lent lévő karakterkártyákat, és húzzatok újabb 8-at a pakliból, amik így elegek lesznek a harmadik és negyedik fordulóra is. A játék végén nézzétek meg, hogy ki áll legelőbb a pontozósávon, és az a játékos megnyeri a játékot. Döntetlen esetén az fogja meghatározni, hogy ki nyeri meg a játékot, hogy kinek maradt meg több képkártyája a játék legvégére. Jelen esetben a pirosnak maradt 1, a sárgának 0,
tehát a piros a győztes. Amennyiben ugyanannyi kártyájuk maradt volna, osztoznak a győzelmem. Ha bármelyik játékos a pontozás során túllépni a 30-as mezőn, használjátok nyugodtan a 30-as jelölőt, és induljatok előről. A kulcskérdés szépsége nem csak abban rejlik, hogy hogyan találjátok ki egymás feladványait, hanem hogy az egyre fogyó képkártyákból hogyan próbáljátok a saját feladványaitokat összeadni, hogy abból aztán a többiek valahogy pontot adjanak nektek. Mindemellé kimondottan szórakoztat, amikor nagyon sokan játszotok és nagyon sok hasonló megoldás születik, és bejátszotok egy olyan kulcsot, ami később egy másik szépbe megérkezik feladványként, és rájöttök, hogy ó, banyag, de jó lett volna ez ide, és minden megborul. Próbáljátok meg minél kreatívabbat alkotni, minél okosabban, hogy minél több kártyátok maradjon a hátralévő fordulókra, és nyerjétek meg ti a kulcskérdést. Jó játékot kívánok! Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a videó alatt a kis csengőt, hogy értesüljetek a legújabb tartalmainkról. Emellett elérhetőek vagyunk Facebookon, Instagramon és TikTokon is, ahol rengeteg tartalmat megosztunk veletek. Ha pedig szeretnétek az új akcióinkról értesülni, vagy az újdonságainkról, iratkozzatok fel a hírlevelünkre. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!